Az emukat és a muflonokat eteti éppen a pákozdi pagony munkatársa. Az állatgondozó elárulta, a madarak méretük ellenére nagyon barátságosak, a látogatókat is szeretettel üdvözlik. De nem csak velük lehet találkozni, őzikék, vaddisznók és rackajuhok is állandó lakói a vadasparknak. Emellett pedig új jövevényekkel is gyarapodott az állomány az elmúlt hónapokban. A rackáknál is hát 5-6 új kis báránykánk van, ők a racka a báránykáink, akik itt az első kifutóban tekinthetők meg. Aztán születtek még kis vadmalackáink, szám szerint összesen 8. Ugye a fiatalabb anyukától van 2, ők jellemzően a fiatalok még csak kevés gyerkőcöt hoznak a világra, míg az idősebbtől pedig összesen 6 született, illetve hát születtek még emellett muflonjaink. Véninger Eszter hozzátette, várhatóan júniusban szikaszarvasok láttak napvilágot, akiknek ellátásában akár már a nyári táborban résztvevő gyermekek is segíthetnek. Nagyon sok interaktív kis foglalkozással készülünk, feladatokkal, kincskeresőjátékkal, kézműveskedéssel, és hát ami nagyon fontos, hogy minden nap jövünk, és a vadaspark állatait meg lehet simogatni, etetni, megfigyelni az ő viselkedésüket, úgyhogy egy nagyon klassz és izgalmas tábor vár rájuk. A pákozdi pagony vezetője elmondta, egész évben szeretettel várnak mindenkit, a fő szezonban, vagyis tavasztól ősz végéig, minden hétvégén lehetőség van céges csapatépítők megrendezésére is. Hétköznapokon pedig iskolás csoportok barangolhatják be a területet.